Miskolc is a kiválasztott városok között, Budapesten egyeztettek a klímabarát települések. Innovatív megoldások, technológiai fejlesztés az egyik miskolci gyárban. DVTK győzelem, idegenben gyűjtötték be a piros-fehérek a három pontot. Jó estét kívánok! Kezdődik a híradó 2022. szeptember 6-án, kedden 18 órakor. Jöjjenek a részletek! A kormány elkötelezett amellett, hogy Budapest, Miskolc és Pécs sikeresen tudja előkészíteni a klímasemlegesség érdekében tett vállalásait, ezt mondta a területfejlesztési miniszter hétfőn Budapesten, miután egyeztetett a Klímabarát Települések Szövetségének képviselőivel. A sikeres munka érdekében uniós és nemzeti forrást is felhasználnak majd, továbbá létrehoznak a városok és a kormány szakértőiből egy szakértői bizottságot a programok és a finanszírozás kidolgozására. A levegő összetételét elemző műszer a Városháza erkélyén. Az eszköz a belváros levegőjének minőségét méri. A készülékeket, amiből azóta már több is kikerült a városba, a Hungary Life projekt részeként a Miskolci Egyetem fejlesztette ki. Miskolc vezetése a levegő minőségének javítása mellett minden olyan lehetőséget fontosnak tart, ami a környezet védelmét szolgálja. Ezért csatlakozott a város egy olyan kezdeményezéshez, amelynek köszönhetően két másik várossal karöltve európai bizottsági támogatást nyert el annak érdekében, hogy 2030-ig klímasemleges és intelligens várossá váljon. Ez egy nagyon komoly vállalás, de egyelőre egy lehetőség. A lehetőség azt jelenti, hogy mi most bekerültünk a 100 város közé, amelyek szakmai segítséget kapnak az Európai Uniótól. Mi dolgozunk most már hónapok óta azon a másik két városra, ugye a fővárossal és Pécssel együtt, hogy összehangoljuk a programjainkat. A klímabarát települések egyetértenek abban, hogy ez egy olyan közös munka kezdetét jelenti, amelynek a végén mindenki jól jár. A három város polgárai egy lépéssel közelebb kerülnek a klímasemlegességhez. Régóta beszélünk arról, hogy a nagyvárosoknak érhatósaivá kell válniuk a klímaváltozás elleni küzdelemnek, hiszen legtöbb kibocsátás is a nagyvárosokból érkezik. A felelősségünk is rajta, hogy ezen változtassunk. A városok mellett a kormány is elkötelezett abban, hogy a három település a lehetőségekhez képest sikeresen tudja előkészíteni a klímasemlegesség terén tett vállalásaikat, mondta a területfejlesztési miniszter. Úgy gondoljuk, hogy az egész országnak érdeke, az ország vállalásait is elősegíti, hogyha ez a három város előjár a kötelezettségek vállalásában és teljesítésében is. Ez távlatosan uniós forrásokat, illetve a nemzeti költségvetés forrásainak támogatását is jelenti. Éppen azért, hogy tudjuk azonosítani ezeket a konkrét vállalásokat, illetve finanszírozási módokat, ezért a közeljövőben egy olyan szakértői csoportot hozunk létre. Ahol a három város szakértői és a kormány szakértői vesznek majd részt. Itt dolgozzák majd ki és hangolják össze a programokat, illetve a finanszírozási lehetőségeket. Világszinten is egyedülálló technológiai fejlesztés dolgozott ki a Miskolci Spintó Hungária Kft. A találmányt elsősorban az autóipari alkatrészek gyártása során tudják majd hasznosítani. A fejlesztést ma mutatták be először hivatalosan. Valaki a tervezésben, valaki pedig a végtermékek előállításában vesz részt. A Spintó Hungária 2018-ban kezdte meg tevékenységét Miskolcon a Déliipari Parkban. A cég az extra méretű szerszámok tervezésének és gyártásának rövid időn belül nemzetközi szereplőjévé vált. Ezek a mi szerszámainkkal készülő öntvények. A gyárban olyan szerszámokat és alkatrészeket állítanak elő, amelyek főleg az autógyártás segítik és egyedülállóak az országban. Ezt a darabot, ezt lényegében Németországon kívül, a CETEF szerszámüzemén kívül senki nem tudta még megcsinálni. De az innovatív ötletnek és a megfelelő géppartnak köszönhetően a magyar cégnek sikerült. Azt gondoljuk, hogy az ország ipari sikerességének nagyon fontos köve, hogy a teljes ipari értékláncot le tudjuk fedni. A teljes ipari értékláncnak az alapvető területe a szerszámgyártás.
A szerszámgyártás minden sorozatgyártásnak az alapja. Ha a szerszám jó, a sorozatgyártógépben jó a végső darab. Közép-Európa az autógyártás egyik fellegvára. Évente milliószámra gördülnek le a csúcs technológiájú autók a régió autógyártóinak futószalagjairól. A gyártás alapja pedig a megfelelő szerszám. Mindannyian tudjuk, hogy ebben a szektorban mennyire fontosak a precíziós, innovatív, előremutató megoldások, valamint azok az extra méretű szerszámok, amelyeket önök terveznek és gyártanak. Szopkó Tibor alpolgármester arról is beszélt, hogy éppen hétfőn kezdődött meg a Spintú közelében a Galamb József és Joyson utak összeköttetését biztosító út megépítése a munkaterület átadással, amely a Miskolc Déli Technológiai Park északi részén működő cégek elérhetőségét és logisztikai kapcsolatait fogja majd erősíteni. Ezek a fejlesztések azért is örömteliek számunkra, mert talán mostanság egy olyan, még a mi életünkben soha nem látott gazdasági világválság közepette zajlik, és hogy ilyen nehéz helyzetben is hely tudnak állni a hazai vállalatok. Jelenleg csak nem 100 ember dolgozik a cégnél. A gyár letelepedésekor fontos szempont volt, hogy a Spintú Hungária a Miskolci Egyetem környezetében kapjon helyet. A cég mérnökeinek többsége Miskolcon végzett. 60 éves a Diós Gyűri csokoládégyár, ez alkalomból stábunk is bepillanthatott a kulisszák mögé. Megtudtuk, hogyan készülnek a húsvéti és a karácsonyi csokoládé figurák, hogyan került cukorka az üreges Mikulás belsejébe, és azt is láttuk, hogyan kerülnek szállítható állapotba a termékek. A Diós Gyűri gyár kizárólag üreges csokoládé figurák készítésére specializálódott, amit több mint 25 országban forgalmaznak. A karácsonyi figurák már készülnek, egy-két hónapon belül pedig már a boltok polcaira kerülhetnek. Műanyag formába adagolják a tejcsokoládét, és bár a nyár éppen hogy véget ért, bent a csokoládégyárban már javában készülnek a karácsonyi ünnepekre. Most a Mikulás figurák készülnek. A vezetékeken bejön a csokoládé, még folyékony, de már temperált állapotába, ezekben az adagoló berendezésekben, ahol az adagolós operátor hölgyek gyakorlatilag beletapossák a formába a masszát. Iski László termelésvezető ismertette, hogyan készülnek a csokoládé figurák. Az adagolás után jön a rázógép, ahol a figurák üregességét alakítják ki. A Diósgyőri gyárban kifejezetten ilyen úgynevezett üreges csoki figurák készítésére specializálódtak. A Diósgyőri csoki gyár új igazgatója fogadta a sajtó munkatársait. Az üzem 60 éves fennállása alkalmából kaptak meghívást gyárlátogatásra a sajtó munkatársai. Istábunk is megismerkedhetett a csokoládégyártás lépéseivel. Alapvetően a Nestlé több mint 150 éve létezik, tehát gyakorlatilag mi, ahogy ez mögöttem is látható, a gyerekeinktől vettük kölcsön ezt a gyárat, tehát az a cél, hogy nekik is munkalehetőséget biztosítsunk, valamint a gyerekeket boldoggá tegyük a termékeinkkel a következő 100 évben is. Miután a csokoládé egyenletesen elterült a formába, kettészedik és megy is tovább a szalagon. Itt kerülnek a színes drazséka figurákba. Az üzemben közel 300 féle figura készül. A karácsonyi és húsvéti termékeket több mint 25 országban forgalmazzák. Egyébként a gyártóban télapót gyártunk, viszont a csomagológépen már nyulat csomagolunk. Ugye ez hogy lehet? Egyszerű az oka, szezonváltás közepén vagyunk. Ausztráliában már a gyerekek várják a nyuszit, úgyhogy nekik már előzetesen le kell gyártani, de még mindig kell karácsonyra is télapót csinálni, úgyhogy visszaálltunk télapóra. Bár a csomagolást már teljesen automatizálták, nemrég még kézzel borították be a figurákat. A módszert Hadari Gáborné mutatta be, aki már 30 éve dolgozik a Diósgyőri csokoládégyárban. Minden kézi csomagolás volt. Nem volt akkor, mikor én idejöttem gépi csomagolás. Egy jó pár év múlva lett utána csak gépi csomagolás. A Diósgyőri csoki gyárban 1962-ben indult meg a termelés. Kezdetben figurákat, osjákat és nugát szeleteket állítottak elő. Jelenleg több mint 400 embert foglalkoztatnak, évente pedig 4000 tonna édességet állítanak elő. Egyre látványosabb az Y-híd építése. Már kezd körvonalazódni, hogy fog kinézni a belvárost Martin kertvárossal összekötő híd. A napokban megérkezett a beruházáshoz utólag hozzárendelt kerékpárút híd szerkezete is. Az eredeti tervekben ugyanis kerékpárút nem szerepelt,
de a város vezetése a beruházás részleteinek megismerése után a miskolciak érdekében együttműködést ajánlott a beruházónak és a kivitelezőnek. Az önkormányzatnak több téren is sikerült finomítást, javítást vagy éppen bővítést kezdeményeznie. Így a NIF együttműködésével megvalósul például a kerékpáros kapcsolat a felüljáró különböző oldalain elterülő részek között. Egy önálló kerékpáros kisét kerül a budapesti vasúti vonal fölé, és további komplett kerékpáros útvonal épül ki egészen a Szimbaparti kerékpárútig. Elindult az emelt szintű kínai nyelvi képzés az Zrínyi Ilona gimnáziumban. Az intézményben második nyelvként már korábban is választhatták a diákok a kínai nyelvet, de ettől az évtől már első nyelvként is oktatják. A középiskola már csaknem 10 éve együttműködik a Miskolci Egyetem Konfúcius Intézetével, a tanárok közül többen onnan érkeznek. A 2022-2023-as tanévben 12 diákkal indult a kínai tagozat. Kínai köszöntő a Zrínyi Ilona gimnázium aulájában. Az új tanévben az iskola új képzési lehetőségeket kínál a diákok számára, elindult a kínai tagozat. Ez azt jelenti, hogy már nem csak második, hanem első idegen nyelvként is tanulhatják a fiatalok a kínai nyelvet és kultúrát. Az ünnepségen az intézmény első kínai osztályának diákjai is részt vettek. Én elvileg franciára akartam jönni, és mikor eljöttünk a nyílt napra szüleimmel, akkor láttam, hogy van ez a lehetőség, és nagyon megtetszett. És úgy gondolom, hogy a kínai nyelvben rengeteg lehetőség van. És nem csak Zoe gondolja így. Az emelt szintű kínai nyelvi képzésre 6-szoros volt a túljelentkezés. Végül 12 diákkal indult a tagozat. Ők heti 5 órában tanulják a kínai nyelvet. Tanárok vannak, kínai anyanyelvi tanárok is, illetve egyik volt diákunkat köszönhetjük a tanárok sorában, aki Pekingben szerezte a diplomáját, és most visszatért a Miskolci Egyetem Konfúcius Intézetébe, illetve itt nálunk is fog tanítani. A gimnázium és a Konfúcius Intézet közötti együttműködés nagy múltra tekint vissza, csaknem 10 évvel ezelőtt kezdődött. Az elmúlt évek a Konfúcius Intézet magyar igazgatója szerint bebizonyították, hogy a kínai nyelvtanulásban hatalmas lehetőségek rejlenek. A kínai nyelv tudással, a kínai nyelvvizsgával azt gondolom, hogy új szakok nyílnak meg a diákok számára, akik ezt realizálják, illetve az sem újdonság, azt gondolom már, hogy a régióban is egyre inkább növekszik az a munkaerőpiaci igény, amelyik itt a vállalatok, a helyi vállalatok körében, aki olyan munkaerő iránt, akik a kínai kultúrát ismerik, ha a nyelvet nem is beszélik, de tisztában vannak Kelet-Ázsiával. Az új tagozat indulása mellett a Zrínyi Ilona gimnázium multimédiás termének felújítását is megünnepelték. A beruházást egy kínai tulajdonú magyar vegyipari nyersanyaggyártó cég támogatta. A média terem a kínai nyelvoktatásban is segítséget nyújt majd. A jövőben még könnyebbé válhat a közlekedés a Miskolci állatkertben. Elsősorban a babakocsival és kerekesszékkel érkezőknek kedvez az a fejlesztés, amelynek egy része már megvalósult, és heteken belül tovább folytatódik. Szeptemberben egy további 800 négyzetméteres szakasz kap térkő burkolatot, elsősorban az állatkert kifutói körül. A kivitelezést, amely várhatóan 2 hónapig tart, úgy szervezik, hogy a lehető legkevesebb kényelmetlenséggel járjon a látogatók számára. Diósgyőri siker a labdarúgó MB2 hetedik fordulójának rangadóján, Gyirmót DVTK 1-2. Remek tempójú küzdelmet láthattak az érdeklődők a forduló záró mérkőzésén, amely során az idegenben pályára lépő piros-fehérek agresszív labdaszerzései, már magasan az ellenfél térfelén végrehajtott letámadásai végül sikert, újabb értékes 3 pontot hoztak. 2 tervezett változtatást hajtott végre a legutóbbi fordulóban a győzelmet megszerző kezdő csapatán a diósgyőri szakmai stáb, majd jött egy nem tervezett is, ugyanis Coman sérülés miatt nem tudta folytatni a játékot. Helyére a 12. percben pedig az egyik új fiú, Cseke érkezett a pályára, ami fontos esemény volt. A 34. percben ugyanis már gólpaszt is jegyezhetett, ívelését Pap okos fejessel váltott a gólra, 0-1.
Az első félidő végéhez közeledve aztán kissé a semmiből büntetőhez jutott a házigazda. Nagy pedig értékesítette a 11-est, egy 1-es döntetlennel vonulhattak öltözőbe így a csapatok. Az 52. perc végén egy újabb komoly diózsűri zicsert láthattunk, de Papp lövésébe sikerült belelépniük a védőknek. 3 perccel a rendes játékidő vége előtt a csereként pályára érkező szintén új igazolásként említhető Gerai velte az 5-ös vonalára a labdát, ahol hibázott a volt diózsűri polgár és a másik szélen érkező szintén csere Eppel a hálóba lőtt. A két új fiú gólpasszainak, Eppel góljának aztán azért lehetett igazán örülni, mert a 92. percben a szöglet után Bárdos a gólvonalról mentett óriásit, így pedig az eredmény már nem változott. Nagyon értékes győzelmet könyvelhetett el riválisa otthonában a miskolci csapat. Gyirmót, DVTK, 1-2. Mindig nagy örömet nekem hoz, amikor amit gyakorolunk, és ezt meg is tudunk csinálni. És természetesen az egész csapatért nagyon örök, mert tényleg csapatgyőzelem. Amikor kellett, szenvedtünk, amikor kellett, futballoztunk, és akkor hibák voltak, de az a jó, hogy végig tartottunk ezt a játékot, és sikerült a végén győzni. A jelenleg a dobogón állomásozó ellenfelekkel szemben második mérkőzését nyerte meg a végjátékban a Diósgyőr, és zárkóznak az élmezőnyhöz a piros-fehérek. A gyirmóti győzelemhez Eppel Márton góllal járult hozzá. Hogy idegenben volt a meccs, ez nagyon fontos volt, és az, hogy így a végén ezek a késői gólok mutatják azt, hogy egy csapat milyen lelki állapotban van. Nyilván egy játékosnál is, most nekem is nagyon sokat segített, de a csapatot is megmutatja, hogy múltkor ugyanúgy a 80 pluszba rúgtunk gólt, most is 80 pluszban 88-ba, ez mutatja azt, hogy nagyon rendben van a csapat. Híradónk után kezdődő sportműsorunkban bővebb összefoglalót láthatnak nézőink a bajnokiról. A következő napokban melegszik majd az időrészletek hamarosan az időjárás jelentésben. Riportjainkat a minap.hu-n visszanézhetik. A Miskolc ma után kezdődik a sportpercek, 19 óra 25 perccel pedig jön a test közelből. Friss hírekkel legközelebb szerdán este 6 órakor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is velünk, én műsorkészítő kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!